Szeretettel köszöntelek benneteket! Ebben a videóban azokat a skineket fogom bemutatni, amik jelenleg a legjobb befektetésnek számítanak a piacon. Szimplán azzal, hogy a raktárunkban csücsülnek ezek a tárgyak, képesek vagyunk profitot termelni, ha várunk az eladásukkal. Egy skinára mehet felfelé azért, mert a ládát már nem nagyon dobálja a játék, ennek köszönhetően a láda ára is növekedésnek fog indulni, és ez hatással lesz a belőle nyitható tárgyak áraira is. Mint például, ahogy ezt a Bravo készeknél láthatjuk. Persze léteznek egyéb okok is, amik miatt egy skinára meglehetősen nagy növekedésnek indulhat, de erről a videó legvégén. Lássuk ezeket a szörnyetegeket, amikre cserélni több, mint érdemes. Haladjunk az olcsóbbaktól egészen a legdrágábbakig. AVP Redline. Egyszerű, elegáns kinézet, a lótérszkinek között lassú, de elég stabil növekedő tendenciát produkál a field-tested változat. Egy ilyen statrakos minimálvír volt az első komolyabb AVP skinem. Jelenleg jár 11 euró. Egy év leforgása alatt 30%-os árnövekedés. Desert Eagle Hypnotic Factory New. Hát nem tudom, kicsit olyan érzésem van ennél a skinnél, mintha egy zebra farkát szorongatnám, de az ára növekszik, így jó befektetésnek bizonyul a lótér skinek között. Jelenleg jár 9 euró. Egy év alatt 43%-os árnövekedés. AVP Boom. A legelső AVP skinek egyike, és egyben az első valamire való droppom, amit meccs végén kaptam Gabentől. A field-tested változat ára jelenleg 19 euró. 20%-os árnövekedést ért el egy év alatt. AVP Graphite Factory New. Kinézetre egyszerű, mint a facsipesz, óvakodjatok viszont a kevéssé használt típustól, ugyanis az ára szinte megegyezik jelenleg a gyári újéval. Ám a Factory New megbízható és jó befektetésnek számít a piacon. Jelenleg jár 37 euró. Stabil 20%-os árnövekedés. És most kapaszkodjatok, fergeteges dizájnt láthatunk. AVP Lightning Strike Factory New. Lila lapon. Egy fehér villám. Wow. Ebben az emberi határokat is magasan felülmúló kreativitás jegyében született meg a skin. Jelenleg jár 56 euró, 16%-os árnövekedés egy év alatt. Desert Eagle Blaze Factory New. Marok lőfegyver, melynek csövét lángnyelvek nyallossák kélyesen. Oh, you touch my tra-la-la. Jelenleg jár 65 euró, 53%-os árnövekedést ért el egy év alatt. Ez azért elég szép. Glockfade Factory New. Íme itt van a szivárvány színű Glock, aminek az ára korán sem kicsi. Mivel a tavaly nyáron történt árzuhanások durván odapörköltek ennek a fegyvernek is, ezért érdemes két éves távlatban vizsgálni az áremelkedését. Jelenleg jár 285 euró, tehát két év alatt 65%-os árnövekedés, ami elég impozáns. M4A1-es Knight Factory New. Ez a trade-up kontraktulók kedvenc skinje, ugyanis a bepakolt Knightok számával állítólag arányosan növekszik az esély, hogy Dragon Lord kapjunk a trade-up kontrakt során. Jelenleg jár 320 euró, 43%-os árnövekedés egy év alatt. Fire Serpent Minimál Vér. A híres tűzkígyó, amely a kígyóformát öltött azték tűzistent mintázza, akinek a nevét most meg se próbálom kimondani, a leírásban megtaláljátok. Látjátok ezt a grafikont? Igyekszik felfelé, mint Yuri Gagarin, bár ennek is odavágott a gambling botrányból származó árcsökkenés. Jelenleg jár 270 euró. Két év alatt pontosan 50%-os árnövekedés. Egyenesen incsiklandó. AVP Medusa Factory New. Emberek, kapaszkodjatok, 1260 dollárt elkérnek ezért a rusnyaságért, ám de jó befektetésnek bizonyul ez is, ha valaki nagyban tolja az ipart. A rajta látható nőszemély hasonlóan vészjósló módon néz, mint a párom, amikor hajnali fél ötkor még elindítok egy MM-et. Jelenlegi ára OP skinszen 1260 dollár. 7 hónap alatt 80%-os árnövekedés produkált, tehát ebben a kategóriában ő az abszolút rekorder. M4A4 Howl Factory New, azaz üvöltés. Ha akarnám, se tudnám leplezni, hogy ez az egyik kedvencem. Gyönyörű és egyben tekintélyt parancsoló darab. A rajta lévő ordító farkasnak valószínűleg a farkára léptek, minden esetre egyszerűen gyönyörű. Viszont már nem nyitható a ládákból, és a játék sem dobja már, ugyanis a skin készítője más grafikáját használta fel, visszaélve az illető szellemi tulajdonával. Ezért a Valve cseppet át is szerkesztette a fegyú kinézetét, és ki is vette a játékból azt. Ilyen volt a régi. Márpedig emiatt ritkaság számba megy, és ennek ára is van. Jelen esetben nem is akármilyen. Az ára OP skinszen 920 dollár. 68%-os árnövekedés, ami kiváló eredmény, és az egyik legjobb, legbiztosabb befektetésnek számít a Steam piacon. Természetesen léteznek egyéb fegyverek is, amiknek az ára felfelé igyekszik, de ezek a legnépszerűbbek. Fontos megemlíteni, hogy az árak a jelenlegi állapotot tükrözik. Köszönöm, hogy velem tartottatok, ne feledjétek, semmit sem adnak ajándékba, mindent magadnak kell megszerezned. Ha nem szeretnél lemaradni a többi videóról, kattints a feliratkozásra, látogass el weboldalamra, vagy ha a livestreamjeim érdekelnek, nyomj egy follow-t a Twitch csatornámon. Iratkozz fel Twitteren, vagy ha minden érdekel, dobj egy lájkot Facebookon. A linkeket a videó leírásában megtaláljátok. Sziasztok!